Itt van Molnár Gyula, jó estét kívánok, ugye Új-Buda szocialista polgármester jelöltje. Azzal kezdeném, hogy nincs-e déjà vu érzése, mert hogy 4 évvel ezelőtt ugyanígy kampányidőszak alatt robbant ki az az ügy, aminek a végén egyébként aztán önt jogerősen felmentették, de ilyen szempontból pontosan megismétlődik a 2010-es történet. Hát én azt mondanám, hogy a helyzet az látszólag hasonló, de azért nagyon-nagyon nagy különbség van a két dolog között. Na, azért azt megmondom őszintén, az egy nagyon komolyan megkomponált, komolyan előkészített, ugye 3 ügyész kézbesítette a meghívót a gyanúsítási meghallgatásra. Itt azért azt kell, hogy mondjam, hogy egy 3 éves nyomozás után a kampány utolsó hetében egy jobboldali napilapban leírják, hogy érintett lehet esetleg, mert van egy papír, ami alapján, azért azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon szerény, nagyon-nagyon sovány, nagyon-nagyon azt mondom, hogy az látszódik belőle, hogy baj van, valamiért, mintha úgy éreznék, amit én is érzek, hogy az előző polgármester teljesítménye finoman szólva is gyenge, és a kampányban ezt meg tudtuk mutatni, és úgy tűnik, hogy megpróbálják újra ugyanazt eljátszani, de én hiszem azt, hogy azért ennél már jóval bölcsebbek az emberek. Tehát akkor a szavaiból az derül ki, hogy egy totálisan koncepciós dolognak tartja ezt az egészet. Jól lehet, nincs gyanúsítás, tehát hogy nem arról beszélünk, hogy önt egyáltalán tanúként idéznék? Pont ezt akartam elmondani, hogy ugye most nagyon sokat kérdezgettek ott ezen a beszélgetésen, ahol ott voltunk Bokros Lajossal, és próbálták azt kicsikarni, hogy volt-e pénzmozgás, tényleg én voltam-e az elnöke, van-e levél. Tehát, és az a probléma, hogy amikor az alaphelyzetben állítanak valamit, és azt kezdik el kérdezni, az igaz-e, akkor arra mindig az a válasz, hogy persze megtörtént, csak az alaphelyzetet rosszul mondják el. Nincs bűncselekmény, mert ha lett volna, nem mondja nekem senki azt, hogy 3 év alatt ez a felkészült rendőrség és felkészült ügyészség ne találta volna meg azt a vádpontot, ami alapján vádat emelnek. És a kulcs az, amit ön mondott, az elmúlt 3 esztendőben. Az Egyesület elnökségeből senkit nem hívtak be, az ügyvezető alelnököt, aki egyébként formálisan a céget vagy az Egyesületet üzemeltette, nem hívták be, engem nem hallgattak meg, nem kérdeztek meg, akkor miért gondolja bárki azt, hogy 3 nappal a választás előtt egy ilyet be lehet dobni, és ezt valóságosan bárki ebben az országban elhiszi? Én abban bízom, hogy azért, még egyszer mondom, ennél az emberek már sokkal bölcsebbek. Olyan erős lenne Új-Budán, hogy ennyire félnek öntől, hogy bele kell keverni egy ilyen piszkos ügybe? Én szívesebben beszélek erről, mert ugye minden olyan, amikor ügyről beszélek, magyarázkodásnak tűnik. Én azt mondom, hogy a jelenlegi vezető azt mondta egy kicsit síros hangú interjúban a Magyar Nemzetben, hogy durva kampányra számít, mert hogy az ellenfelek ilyenek meg olyanok. Én nem tudom, mire gondolt, mert én soha nem csináltam durva kampányt, ellentétben ugye azzal, amit ők, és most is már bedobtak a postaládába a mi arculatunkkal egy kiadványt, rólam szóló nagyon-nagyon kedves és kellemes kis kiadvány, miközben én pedig azzal kampányolok, hogy a 3 előző polgármester, tehát a fideszes Juhos Katalin, az MDFS Szegedi Fárn és az SZDSZ-es állnak mögöttem, és azt mondják, hogy 20 év 4 polgármestere támogat engem. Tehát igenis azt gondolom, hogy be tudtam mutatni azt az embereknek az elmúlt 1–1,5 hónapban, hogy abban a 8 esztendőben valóban elindult a fejlődés, történtek dolgok, lényegesen kulturálta a politikai légkörben, és én ezt szeretném csinálni. Én azt mondom, hogy a kerületet kell fejleszteni, és nem politikai csatározásokat kell ott végre. Vágó István az imént abban a székben arról beszélt, hogy hogy gondolom én, hogy nekik pénzük van arra, hogy kutassanak, tehát hogy előzetes kutatásokat. Önök tudtak kutatást végeztetni? Hát pont ezt a mondatot hallottam, akkor már benn voltam, ugyanabban a helyzetben vagyunk, tehát azt mondom, hogy az a szűkös kampánypénzt azt arra kell most fordítani, hogy minél többször eljussuk az emberekhez. A kérdésem az érzésem az, hogy a másik oldal viszont igenis méri, és pontosan azt érzem az elmúlt hetekben. Tehát akkor az ő méréseik mutathatják azt, hogy ön túlságosan jól áll, most az ön logikáját próbálom követni, és ezért kell bedobni egy ilyen lejáratot. Igen, ne felejts el, hogy 2010-ben akkor mindenki úgy mérte, hogy én megnyerem, azért is lett a jelölt az, aki, tehát egy kevésbé ismert fideszes politikus, és akkor is néhány százalékkal vesztettem csak, alacsony volt a részvétel. Azt gondolom, otthon maradtak azok, akik támogattak volna engem. Én akkor is 20%-ot hozzátettem a saját pártom támogatásához. Ha most ezt meg tudom ismételni, 10-et hozzáteszek, akkor ez a kerület megnyerhető a szocialista együtt PM és a DK számára. Ez szerintem, ami mindenkit idegesít, és ezért történt az, ami történt az elmúlt napokban. Jó, akkor azért egy picit beszéljünk erről a konkrét ügyről. Ugye tudja, ki mondta azt a mondatot, hogy nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani. Tehát milyen az optikája annak, hogyha valaki polgármesterként támogatja azt, hogy az általa társadalmi elnökölt sportklub a saját önkormányzatától pénzt kapjon? Igen, tehát tudom, ki mondta ezt a mondatot, a Kósáné, de nem az a Kósáné, akinek a 100 milliós villáját találták most meg. Ebben szerintem semmi probléma nincs. Ugye erre mondtam azt az előbb önnek, hogy ha a kérdést így tesszük fel, akkor nyilván minden magyarázkodásnak tűnik. Miért nem azt nézzük meg, hogy minden politikai párt egyetértésével létrehoztunk egy sportegyesületet, a sportot szeretné, az ma azt hiszem, hogy nem bűn, hiszen a mai kormány azt nagyon-nagyon kedveli, és azt mondtuk, hogy ebbe beleteszünk ennyi közpénzt. Miért? Mert a mi gyerekeink sportolnak ott, a mi intézményeinket üzemelteti, a mi szabadidősport tevékenységünket vállalja át és szervezi helyettünk, és egyébként pedig a vállalkozói pénzekből pedig az élsportot is nézzük meg, hogy mit csinálják. 200 millió forintról döntött a testület teljes egyetértésben, hiszen a másik oldal is megszavazta. Benne volt az elnökségben a másik oldalnak a képviselője. Azt, hogy aztán később ők úgy döntöttek, hogy elkezdik vitatni azt, hogy a gyerekek az edzőtáborban mánafagyit ettek, vagy eperfagyit, vagy vaníliafagyit, és ez helyes vagy nem, és nem fogadják el az elszámolást, ez már politika volt. És arról van szó, hogy ez a közpénz, ez odament, a közpénzzel pedig az egyesület el tud számolni, arra a célra fordította. Ha nem így lett volna, akkor azt mondom, hogy én most másképp ülnék itt, vagy lehet, hogy nem így ülnék itt. Akkor tessék mondani, mi a baj azzal, hogy közpénz megy a felcsúti Pancsó arénába? Mert ugye attól meg epét hánytak. Nem, elmondom, hogy mi a különbség. Pont ezt próbáltam érzékeltetni, hogy van egy városrésznyi, egy városnyi kerület, amik a legnagyobb kerület, 5. legnagyobb magyar város, akinek egyébként nem volt egységes neve, ez lett az Új Buda név, amit ugye mi időnkben vettek fel, és azt mondtuk, hogy megmutatjuk magunkat a sportban is. A 9. kerületnek van neve, van Ferencváros, a Kispestnek, 19-nek van-e? Van. Tehát pont erről szólt, ezt megcsináltuk, és amúgy elmondtam önnek, az utánpótlás nevelés, a szabadidősport, a diáksport, az intézmények fenntartása az, amiből a közpénz megy. Mert egyébként ugyanezt a feladatot egy sportcsoport csinálná. Mi azt mondtuk, hogy egy egyesület. Most tudja, mi van? Most egy KFT van erre, 200 millió helyett 670 millió forint. Ez volt a kérdés, tehát miért baj az? Azért, mert ott az élsportot, azért, mert ott arról van szó, hogy egy teljesen testidegen helyen egy teljesen más irányt támogat. Azt mondom, hogy mi itt élünk, ez a mi kerületünk, van egy 30 milliárdos költségvetésünk, és azt mondjuk, hogy a költségvetés 8-10%-át fordítsuk sportra. De azt mondjuk, hogy az a különbség, hogy nem ment ki a kerületből ez a pénz. Ez a pénz, ez ott van, és egyébként is erre elköltenénk, egyébként is azt mondjuk, hogy a kerületi sportot szervezni kell, mert van mondjuk 8-9 ezer diákkorú vagy iskoláskorú gyermek, vannak az idősebbek sportja, ezt szervezni kell, ezt mi egy egyesületen keresztül csináljuk. Tehát egész második, azért mondtam azt, hogy az alapállítása az, hogy ez egy bűn, hogy a polgármester meg a kerület pénzt adott ennek. Nem, ez egy testületi döntés, a költségvetésben szereplő. Mert ezt egyébként eddig odaadtuk a sportcsoportnak, odaadtuk különböző kisegyesületeknek, most ezt összerendeztük egybe. Oké, ebből a logikából az következik már, amit elmondott, hogy itt vélhetően egy koncepciós ügyet gyanít a dolog mögött, hogy ez akkor a választások után néhány nappal vagy néhány héttel meg fog döbleni, nem? Már hát november akkor attól 15-ig, kezdve... November 15-ig hosszabbították meg, hogy ne zárjuk ki, hogy itt már egy másik játszma készülődik, mert azt gondolom, hogy én október 12-én mondjuk győztesen kerülök ki ebbe a dologból, és akkor pedig majd az a játék lesz, hogy ez a már megválasztott polgármesterként kell hallgatnom azt, hogy mik történtek abban az időszakban, de ez egy másik helyzet lesz, mert akkor már azt gondolom, hogy nagyon sok minden más információ is a rendelkezésemre fog állni. Visszatérünk rá. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.